Elvették a cipőmet, a telefonomat, mindent az égvilágon, és ezt oda feküdjön be. Mert de nekem dolgom van, ne tessék haragudni, azt mondja, nekem is, de nekem magával. Úgyhogy aztán nem mentem sehova, és ott láttam, mindjárt betoltak, CT, és jönnek, és aztán gratulálok, maga a szívének semmi baja nincs. Áj, de baró, ez az izé van. Na, és akkor a cipőmet, az arról szó nincsen, mert most a tüdejét nézzük meg. És akkor jött egy... Megint betoltak. Hát jó, hát a tüdővel semmi az égvilág. Harmadik alkalommal ugyanez, de már akkor idáig ért a szám. És azt mondja, hát ez most nem sikerült olyan jól, mi lehet? Azt mondja, maga rákos. És hát ez az, amikor ugyanúgy, ahogy most így megdöbbentél, ugyanez volt velem, és úgy végig szalasztam, hogy hú, de nekem mennyi dolgom van még, meg mit kell csinálni. Hogy mit él meg az ember, hogy gondolkozza, az szerintem annyi variáció, ahány ember van. Két egyforma nincsen. De elhatároztam, hogy ezt végig kell vinni. Neked a zene? Meg a második családod, arról beszéltünk már, hogy az első családod mennyire nagy segítség és támasz neked ezekben a pillanatokban is. A színpad, amikor ott vagy, és amikor zenész, hiszen a műtét után is, ami ugye már több mint két éve volt, ha jól tudom, viszonylag hamar visszamentél zenélni. De hogyne. Az milyen terápia, vagy az milyen erőt ad? Fantasztikus. Mert amikor fönn vagy már a színpadon, az körülbelül csak onnan a szélétől mondjuk összesen 5 lépcső. És az ott az 5 lépcső felmenet alatt átalakulsz. Átalakul, igen. Mire beérsz a hangszeredhez, az adrenalin már fölmegy, és ez egészen addig tart, ameddig le nem jössz. Lejössz, és utána egy kicsikét átgondoljuk mindannyian, hogy ma ez milyen volt, olyan volt, és nem lehet ebből a körből kikerülni. Tehát ez az az egyetlen egy, ami értelmet ad az életnek.